Égi áldás lehet sokaknak, ha egy ilyen gyors léptű hajó közelíti meg őket, ha bajban vannak. A vízirendészet új hajói akár 80 km/h-nál nagyobb tempót is tudnak a Dunán, ha a bajba jutott emberek segítségére sietnek. Márpedig náluk naponta akár több ilyen bevetése is sor kerül. Évente 100 számra mentik ki az embereket a folyóból, de így is túl sokan vannak, akikhez nem lehet odaérni, mert vagy senki nem veszi észre, hogy elmerülnek, vagy olyan gyorsan történik a tragédia, hogy már nem lehet segíteni. A szezon gyakorlatilag még el sem kezdődött, és már 21 ember vesztette életét a Dunában. A Dunai vízirendészet szakértői arra hívták fel a figyelmet, hogy ez a folyam minden pillanatban tud újat mutatni annak, aki korábban állóvizekben, tavakban fürdött vagy evezett. A Duna az egy veszélyes víznek tekinthető. Aki ide látogat, az mindenképpen valami fajta úszás tudással, úszás biztonsággal kell, hogy rendelkezzen. Természetesen erre is vannak szabályok. De az a legfontosabb, hogy mindenképpen valamilyen fajta úszásbiztonságunk legyen meg. Nagyon fontos az, hogy amikor a gyermekek látogatják meg a Dunát, akkor szintén szülői felügyelet legyen mellettük vagy mögöttük, és nem feltétlenül itt kell megtanulniuk úszni. A Duna magyarországi szakaszán viszonylag kevés olyan fürdőhely, azaz strand van, amelyet a vízirendőrök is ajánlanak. Összesen 22 helyen fürödhetnek biztonságban az emberek. Ezeken a strandokon a vízfolyás sebessége is mérsékeltebb, illetve a fürdőzők nagyobb védelmet élveznek a vízi járművektől, valamint a folyam más szakaszain előforduló örvényektől is. Ezzel együtt a biztonsági szabályokra ott is kell figyelni. Ezt bizonyítják a mentésekről szóló beszámolók. A vízirendőreink idén 66 mentési szituációban vettek részt, ebből 11 volt közvetlen életveszélye járó szituáció. Ezekben is a leginkább azok voltak a tanulságok, hogy nem mindenki ismert az adott vízterület sajátosságait, hova ellátogatott, ezt szintén szeretnénk külön kérni, hogy aki a Dunához látogat, az annak a sajátosságait ismerje meg. Egyébként aki hajózni jön, annak ez elvárás is, de azt kérjük, hogy aki egyéb szabadidős tevékenység szempontjából látogatja meg a folyót, az is tájékozódjon a vízzel kapcsolatban. Örvendetes volt az, hogy az elmúlt évekhez képest egyre többen használják és alkalmazzák a mentőmellényt. Idén is volt olyan esetünk, amikor ez segítette a mentést, illetve azt, hogy a beborult személyek vagy vízbe került személyek épségben kijussanak a partra. A budapesti rendőrőrs szolgálatparancsnoka 3 évtizede menti az embereket a folyamból. Azt nem számolja, hány százan köszönhetik neki az életüket, de a sikeres mentésekre szívesen emlékszik vissza. A legutolsó a parlamentnél volt, este, késő este 11:30-kor kaptuk a riasztást, hogy egy ember a vízben van, és akkor elindultunk a hajóval, és akkor a sötétben azért sokkal rosszabbak a látási viszonyok, vannak vakfoltok, amelyet sokkal nehezebben látjuk, plusz még a hajót is figyelnünk kell, meg a térségbe a hajókat, illetve az maga az embert is, hogy hol fogjuk megtalálni. De hála Istennek megtaláltuk, együttműködő volt, és sikerült kiemelni és az országos mentőszolgálatnak átadni. A vízirendőrök, különösen a szülők, illetve a parton táborozó pedagógusok figyelmét hívták fel arra, hogy még a jól úszó gyerekeket is figyeljék fürdés közben, a gyengébben úszókat pedig csak a sekély vízbe vagy mentőmellényben engedjék a Dunába.